Most még használják a sportolók és a fürdő látogatói a Sóstói nagymedencét. A sátorfedés még a tél előtt kapta meg az 50 méteres medence, a jó idő közelettével most már elbontják azt. A munkálatok miatt rövid időre üzemen kívül helyezik a medencét, de vasárnapig még használhatják a látogatók. Április 13-án kezdődnek meg a sátornak még maga a bontás nem, de az előkészítő munkák. Április 12-én vasárnap még nyitva van, teljes elánnal üzemel az 50 méteres medence, és ahogy bezár az élményfürdő este 8 órakor, már rögtön a kollégáink elengedik a vizet innen a medencéből, ugye azért rengeteg vízről van szó, utána az előkészítő munkálatok, itt rengeteg szőnyeg felület van letéve, hogy kényelmesebbé tegyük a járást a vendégek számára, a lámpákat el kell bontani, és ezt követően pedig utána megnézzük a csempeburkolatok állapotát, hogy milyen, ahol kell esetlegesen, bár ez szerintem most idén nem lesz jellemző, ott csempeburkolatot, fugázásokat javítjuk, és ezt követően bontjuk el majd magát az egész sátrat. Hát ugye ez egy hatalmas, több mint 1000 négyzetméternyi felületről beszélünk, egy három részből összeállított sátorról van szó. Ez is azért egy jó 2-3 napot igénybe fog venni, mire leeresztjük egyáltalán, ugye a légtartást elengedjük, és ezt követően pedig bontjuk elemekre a sátrat, illetőleg a sátrat és az élményfürdőt összekötő 100 méteres, körülbelül 100 méteres folyosó is elbontásra kerül. A munkálatok során az éves kötelező vízcserét is elvégzik, a nagymedence várhatóan május 1-én fogad újra vendégeket. A munkálatok elvégzésének ideje alatt az Aquarius élményfürdő zavartalanul üzemel, a vendégektől pedig azt kérik, hogy úszás céljából a Júlia fürdő 25 méteres medencéjét használják. Sóstón a part területén is elkezdődtek már a munkálatok a szezonra készülve. A közel 10 hektáros területen átnézik a fákat, elkezdik a gyep és többi növényzet karbantartását, illetve ellenőrzik a medencéket. Ezekben egyébként a tél folyamán folyamatosan 4-5 fokos vizet temperáltatnak, így kevésbé viseli meg a tél azokat. A tófolyó mögötti csempéket azonban mindenképpen ki kell cserélni, hogy esztétikus látvány fogadja a fürdőzőket.